Szép napot kívánok mindenkinek! Vári Attila vagyok, kétszeres olimpiai bajnok, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, és akár is benőttem fel én is. Hát szervusz Attila, köszöntelek a KSI kamerái előtt. Kezdjük pár villám kérdéssel, hogy a kedves nézők is jobban megismerjenek téged. Készen állsz? Abszolút. Van házi állatod? Van. Milyenek? Kutyák, 3 darab. Ha most bárhova utazhatnál a világon, hova mennél? Spanyolországba. Mik a beceneveid? Hát volt Doki, volt kiskutya, de aztán a Faragónak túl hosszú volt ez a név, és akkor így maradt kutya, de hát a válogatottban adok ki azért, mert az orvosi táskát én vittem, és hát mindent vittünk, amikor fiatalon bekerültünk, és az orvosi táska az mindig nálam volt, ezért lettem Doki. A Vasasban meg azért lettem, a Faragó Tamás adta nekem ezt a becenevet, mert ilyen szertelen voltam, mint egy kiskutya, és így az elején ez maradt meg benne. Rendben. Mi a kedvenc ételed? Hát minden evő vagyok, ilyen nagyon kedvenc ételem nincsen, de hát igazából ez a gombás, húsos ételeket, azokat nagyon szerettem. Jó választás. Ha bárki bőrébe bújhatnál egy hétig, ki lenne az? Hú, ez egy nehéz kérdés. Hát én valami sztársportolónak a bőrébe valami nagyon komoly tétmérkőzéssel egybekötve lenne az a hét biztos. Rendben. Mi volt a kedvenc tantárgyad az iskolában? Iskolában? Földrajz. Kedvenc zenei műfajod? Hát ez változott azért a korral előre haladva, de ez a minden evő vagyok, de azért most már egy kicsit így eltolódtam a minőségi zene, tehát a jazz és klasszikus zenéket most már az egyre többet hallgatok. Ki a példaképed? Nekem a vízilabdában Faragó Tamás a példaképem, igazából ő az, aki a mai napig végig kíséri az életemet, segítette a sportolói pályafutásomat, mellette meg a sportvezetői pályafutásomat, és ő az, akivel a mindennapokban azért nagyon sokat beszélek, és ő volt ott azokban a pillanatokban, amikor mondjuk felnőtté váltunk, többet magammal. Ő volt a egyik válogatott edző, hiszen másik Kemény Ferenc volt, Fecsóba, és a Tamást tekintem, mint játékosként és mint sportvezetőként példaképemnek. Most jönnek a felelt választós kérdések, tehát csak egyet fogsz tudni választani. Ronaldo vagy Messi? Ronaldo. Kásás vagy Faragó? Mind a kettő. Hamburger vagy pizza? Hamburger. Gól vagy blokk? Gól. Gól vagy gólpassz? Gól. És végül aktív játék vagy sport melletti munka? Aktív játék. Rendben, hát köszönöm szépen, hogy válaszoltál akkor ezekre a villámkérdésekre, és akkor csapjunk is bele az interjúba. A fiatalkorodról foglak először kérdezni, hogy jött neked a vízilabda? Hogy vízilabda egyáltalán? Én 5 tusával kezdtem, pontosabban 3 tusával, mert volt a KSI-ben természetesen, volt úszás, volt futás, és ilyen tornatermi gyakorlatok, gondolom, az fölkészített minket a lövészetre, a lovaglásra, és így kezdtem, de nagyon rossz futó voltam, és ezért döntöttek úgy ott az edzők, meg hát a szüleim tanácsára is, hogy akkor nézzünk át a vízilabda edzésre, és hát ott ragadtam, hála Istennek, és arra emlékszem arra a pillanatra, amikor Illi nénihez lementünk, anyu levitt a Komjádi uszodába, és kint edzettek a csapat, és akkor Illi néni ott állt, kicsit nagyobb, magasabb voltam, mint az átlag, szerintem egy idősebbnek is nézett,
ahány éves voltam, és akkor megtudta, hogy 76-os vagyok, akkor mondta, jó, hát akkor próbáljuk ki, és ott ragadtam, és hát Irénének köszönhetem azt, hogy hát megtanított rendesen úszni szerintem. Hogy a KSI egyébként, miért az lett a választás? Engem az általános iskolából választott ki a KSI-nek az edzői csoportja, mert a Kafka gimnázium aljába jártunk úszni az úszás oktatásra, és ott választottak ki, hogy mert én már tudtam úszni, tehát a vízben az ügyesebb voltam, mint a többiek, és ezért vettek ki engem, és javasoltak azt, hogy kezdik el sporton. Emlékszel az első KSI-s edzésedre, milyen volt ez? Hát hogy ne, amit említettem, hogy fura volt, mert a többiek, tehát én a Kására emlékszem, talán a csúcsú az később jött, tehát úgy mementem, jó hideg volt, tehát ott azért majd megkint edzettünk, olyan fura volt. Ez melyik úszoda volt egyébként? Ez a Komjádiba a kinti 50-esben, még a régi magas falu, messzelt falu 50-esben volt, de valahogy megfogott az a millió, és nem azóta is, hát azért ennek a rabja vagyok. A KSI-ben egyébként kikkel dolgoztál együtt, milyen edzőkkel, kikre emlékszel? Horváth Pista, akkor Vindis Ferenc, Dömötör Zoltán, Pég Gyula bácsi, Ili néni. Én úgy gondolom, hogy mindenkit említettem, akinek a kez alatt voltam, és én azt hiszem, hogy teljes a névsor, remélem, hogy nem hagytam ki senkit. Volt egyébként köztük kedvenced, akivel mondjuk a legjobban tudtál dolgozni, vagy személyed szerint? Hát a kedvencem nekem, engem nagyon Zoli bácsi pártfogoltja voltam. Én nagyon-nagyon szerettem és nagyon sokat köszönhettem neki, de természetesen a kezdeteknél a Vindis Ferenc, akivel nyertük az első komoly bajnokságunkat, és a Feribál volt az, aki úgy elindított minket ténylegesen szerintem a vízilabda útján. Emlékszel az első, a fiatalkorodból az első ilyen nagyobb örömre vagy nagyobb bánatra, ami így ért téged, ugye? Hát vízilabdában érdekes, hogy volt nyertünk a Tungsram strandon egy kupát, az fantasztikus élmény volt. És akkor hány éves voltál egyébként? Hát, megmondom őszintén, nagyon fiatalok voltunk, az egy nagyon jó érzés volt, és ez volt a legpozitívabb, a legnegatívabb meg az, hogy játszottunk valamilyen csapat ellen, és nem én kaptam a szabaddobást, és fogtam, és úgy adtam vissza a labdát, hogy fejbe dobtam az ellenfelemet. És akkor én úgy emlékszem, hogy de szerintem jól emlékszem, hogy Merész Bandi volt a játékvezető, kirendelt, és két kör békahügetést kellett tennem a medence körül büntetés hangos brekegéssel, és ez úgy megmaradt bennem, viszont azért az sokat számított, mert akkor az ember rájött arra, hogy igazi be kell tartani a vízilabdának a szabályot, és ilyet nem lehet az ellenfelet fejbe dobni, de ez úgy nagyon megmaradt bennem. Mennyi edzésetek volt egyébként akkor fiatalkorotokban? Hát minden nap volt edzésünk, és mivel hogy én KSI is voltam, egy idő után, amikor abba a korba léptünk, ez a hatodik általános iskola után, akkor volt az, hogy a sportiskolába átkerültünk, tehát család is lettem én is, és akkor volt az, hogy hetente volt, hétfőn, szerdán és pénteken kettő edzésünk, tehát délelőtt is jártunk. Az azért volt nagyon hasznos, mert óriási lehetőséget kaptunk ettől, hiszen mi dupla annyi edzésen vettünk részt, mint a korosztályunkban lévők, és szinte ennek köszönhető az, hogy így együtt az a korosztály hatalmasat fejlődött egybe véve a Benedek Tibiéknek a korosztályával, mert annyira sokat edzettünk, ami a nagyszámok törvény alapján is azért meghozta az eredményeket. Említetted most ugye a sok edzést, mennyi lemondással járt egyébként a vízilabda miatt? Hát ez érdekes, azért nekünk ez volt az életünk, mai napig ez az életünk, rengeteg lemondással járt, de a közösség az volt a legfontosabb, és így azért idősebb fejjel visszagondolva, hogy tudtuk azokat lefutni, leúszni, én nem tudom, de valahogy így a csordaszellem az átlendített minket,
és az volt mindig az emberben, rád igazából ezt magamról mondhatom, oldalra néztem, és ha más le tudta úszni, akkor nekem is valahogy meg kellett oldanom. Nyilván nagyon fáradtak voltunk, de soha nem panaszkodtunk, mert a közösség az szerintem az volt, ami nagyon nagy erőt adott nekünk. Még akkor is, hogyha keveset aludtunk, vagy iskolába kellett mennünk, vagy mellette edzenünk is kellett. Ez azért a jövő fiatalságának ez egy nagyon fontos, szerintem majd a részünkről átadandó dolog, hogy igenis nagyon sok lemondással jár ám az élsport az mindenféleképpen. Ugye nagyon sok ilyen korabeli KSI-s fotó megjelent ugye rólatok, ugye ilyen fiatal csapatkép, ott már azért, tehát az utólag ugye látni, hogy nagyon sok sztár volt ott, vagy hát legendával voltál egy csapatban, ugye, hogy velük milyen közös élményekre emlékszel ott a KSI-ben? Hát rengeteg, hiszen mi ott éltünk az uszodába, főleg nyáron, amikor ilyen napközi táboros hát edzéseink voltak, azok voltak a legszebb nyarak, hiszen azért mi lementünk 8-ra vagy 7:30-ra az uszodába, és ott voltunk este 6-ig, tehát ott csocsóztunk, fociztunk, elmentünk ki a dühöngőbe, ott az Orfi előtt, tehát ott minden is volt, napoztunk, csajoztunk, minden volt, és azért hát mellette meg nagyon-nagyon sokat edzettünk, de a legszebb nyaraink voltak, én úgy gondolom. Térjünk át kicsit a profi pályafutásodra. Mikor érezted azt, hogy ebből a karrierből valami nagyon nagy lehet? Először akkor éreztem, hogy lehet, hogy el tudom érni az álmaimat, amikor behívtak az utánpótlás válogatott keretbe, és az nagyon-nagyon nagy pozitív érzés volt számomra. És szerintem az volt egy nagyon fontos lépcsője a pályafutásomnak, és hát természetesen a következő meg az, hogy a központi sportiskolából a Faragó Tamás személynek köszönhetően szó szerint megfogta a fülemet, és fölvitt a komjádi öltözőből a fedett 50-eshez, fölvitt és leültetett a Vasas edzésére, és azt mondta, fiam, neked itt kell, hogy játsszál. És utána én a Vasasba igazoltam. Igen, ugye pont ezt akartam én is mondani, hogy a KSI-s évek után ugye a Vasas évek következtek. Igen. Arról mesélj nekünk egy kicsit, hogy az milyen volt, mert gondolom fiatalként csöppentél bele abba a csapatba. Hát nagyon fiatalként, ráadásul az egy keggyőztes csapat lett azonnal az odaigazolásom idényébe, a Mészáros Csabával, Korrád Jancsival, Liphauser Józsival, Tóth Frankkal, Korzolival együtt játszani, hát az egy ilyen Dimitri Gorskovval, tehát olyan érzések voltak, hogy az fantasztikus egy fiatalnak ezt megélni, és hát jártuk az Európát, a különböző városokat, különböző vízilabda csapatokat, és nyertünk, és sikerre halmoztunk, és abban az évben kupagyőztesek Európa kupáját nyertünk. Én arra nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon jó érzés volt. Az egy nagyon jó kis közösség volt, fantasztikus szurkolótáborral, és ez így az egy nagyon szép időszak volt nekem a Vasasban. Beszéljünk arról, hogy emlékszel-e, hogy mikor kaptad az első válogatott behívódat? Hogyan kaptad meg ezt az információt? Kitől kaptad meg? Hogy történt? Hát először is én a 96-os olimpiára behívtak még központi sportiskolából, és a Csucsuval ketten negyedikes gimnazisták voltunk, jártunk a Horkai Györgynek a edzésére. Nyilván csak vízhordó szerepet töltöttünk be, pontosabban labdahordó szerepet, de már az maga egy olyan csoda volt, olyan érzés volt, hogy mi ott lehetünk a keretben. A Kársás Tamás, Fodor Rajmund, ők részese is voltak a keretnek, mi csak a keretben voltunk a Csucsuval, de azért ott edzeni a KSI-ből nagyon sokan edzettünk, és ez már ott látható volt, hogy a KSI-ből volt nagyon sok fiatal is, és meghatározó játékos is. De hát akkor döbben rá az ember, hogy jó, hogy utánpótlás válogatott, nagyon jó, meg nagyon ügyesek vagyunk, de a válogatott és az utánpótlás válogatott között azért nagyon nagy különbség van, és ilyenkor jön rá az ember, hogy mennyit kell még edzeni ahhoz, hogy azt a szintet eredményesen be tudja tölteni, és azt a teret be tudja játszani.
ott azért voltak rá csodálkozások, de az azért kellett, hogy az ember még jobban odafigyeljen, és tudja, hogy igenis nagyon-nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogyha valaki olyan helyzetbe kerüljön, hogy egy válogatott alapemberévé váljon. Aztán ugye 96 után jött 97 egy Európa-bajnokság Sevillában. Erről meséltek nekünk egy kicsit. Hát ott az egy számunkra, a 76-os korosztály számára volt, hogy akkor rúgtuk be az ajtót nemzetközileg, és abból a junior válogatottból nagyon sokan bekerültünk a Kemény Dénes meghívására a felnőtt válogatottba, és azzal a csapattal nyertük elég sok év után újra Európa-bajnokságot. Hát az csak átélni lehet azokat az érzéseket, meg azokat a pillanatokat, de szerintem egy nagyon-nagyon, a döntő az egy nagyon nehéz műfaj volt, de szerintem egy nagyon-nagyon jó játékkal küzdve egymásért, hát ott Európa-bajnokok lettünk, és onnantól kezdve indult el a felnőtt válogatott karrierünk szerintem annak a korosztálynak. Ott egyébként már éreztétek, hogy pont ugye a karrierednél, hogy ugye amikor betörted mondjuk az ajtót ugye a profi pályafutásba, hogy ebből a csapatból aztán később lehet valami hatalmas nagy? Igen, azt lehetett érezni, és pont jó volt az a nem nagy, de mégis egy ilyen kicsit korosztály különbség, mert ott volt a Tibi Varga Zsolt, aki Kósz Zoli, akik hozták a rutint az előző időszakból, de mégse voltak annyival idősebbek nálunk. Mi meg voltunk azok a fiatalok, akik kicsit nagyképűen hangzik, de hogy az utánpótlásban mi mindent megnyertünk, amit lehet közösen, tehát nagyon szép sikereket hoztunk, és egy olyan energiát, mint most láthatjuk a mostani splitti csodálatos mérkőzéseken a férfi válogatottnál, hogy meghoztunk egy olyan lendületet, egy olyan hihetetlen energiát, amit megfelelő irányba kellett terelni, és ez a kettősség, ez nagyon jól összefonódott utána. És ugye következett még egy Európa-bajnokság, ugye 99-ben Firenzében, ugye egy évvel Sydney előtt, és hát azt is ugye sikeresen vettétek. Beszéljünk Sydneyről, ugye az első olimpiád volt, milyen volt ezt megélni? Hát az oda vezető út az nem volt egyszerű. Maga az, hogy az olimpiai válogatott utazó csapatba kimondták az ember nevét, az is már egy fantasztikus érzés volt. Ezt azért úgy elmondanám, hogy ott a kihirdetésnél a Dénes, tehát semmilyen indoklást nem mondott pontosan azért, hogy ez ne legyen egy elhúzódó dolog, hanem csak a neveket sorolta föl, és az én érzéseim ott igazából előtte lévő napokban már hát tiszta gyomoridegben van az ember, az se nem tud aludni hetekig, már nem tudja, hogy mi van. Nyilván azért az előző időszakban a játékos teljesítménye, a mérkőzések teljesítménye azért valamire azért úgy hát előre mutat, de azért az ember legbelül akkor hiszi, hogyha kimondják a nevét. És hát ott voltunk benn, és mi, hogy várja azért az utolsók között van a V betű miatt, tehát még az is, arra is kellett várni. Tehát én azt se tudtam, hogy mi van, csak arra koncentráltam, hogy talán egyszer kimondják a nevemet, és kimondták. És utána körbenéztem, és utána kérdeztem, hogy gyerekek, és ki van még benne? Tehát, hogy annyira megszűnik ott a világ, megszűnt számomra a világ, mert tényleg az életem egyik legfontosabb célja volt az, hogy egyszer válogatott mezbe az olimpián képviselésem a magyar vízilabdát és a hazámat, hogy nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, és a Sydney olimpia az egy örök élmény, amit már említettem az előzőekben, tehát tényleg azt kívánom minden fiatalnak, hogy mindazt át tudja élni, amit mi átéltünk így közösen, mert azt nem lehet elmondani. Visszakérdezem még a kerethirdetésre, emlékszel még a helyszínre, hogy hol volt? Hát természetesen a Margit-szigeten, a konditeremben volt, és hát az volt mindig az ilyen információ átadási hely, és... Ez ott a kiúszó melletti konditerem? Igen, az a konditerem, az mindig az volt, nem tudom, hogy most hol szokott lenni, de az nekünk a Dénessel, amikor a Dénessel ott dolgoztunk, akkor mindig ott lettek a kerethirdetések. Mennyire változott meg az életed azután, hogy olimpiai bajnok lettél? Hát ez egy óriási felelősség egyben, hogyha az ember, én úgy gondolom, hogy
olimpiai bajnok lesz, ráadásul azért mi szerettünk volna, és hála Istennek sok minden nyertünk utána is, és ez egy a felelősség mellett meg egy óriási kihívás is jelent, hiszen egy olimpiai bajnok csapatot akar mindenki megverni, és még nehezebbé tettük az utunkat, hála Istennek, és tényleg minden edzőmeccsen, minden kupán, minden világeseményeken minket akartak megverni, mindenki ránk készült, pontosan azért, hogy meg tudjuk verni az olimpiai bajnok magyar vízilabda válogatottak, ezért kellett azért még sokkal több energiával készülni, és nagyon komolyan odafigyelni, mert ezt az olimpiai címet, olimpiai bajnoki címet, ezt meg kellett védenünk, ráadásul minden egyes mérkőzésen be kellett bizonyítani, hogy méltóak vagyunk rá. Ugye Athén előtt egy évvel, ugye 2003-ban ugye Barcelonában nyertetek ugye a világbajnokságot, de beszéljünk Athénról. Ugyanerről kérdeznek akkor a kerethirdetésről, hogy akkor ugyanígy ilyen görcsel voltál előtt a hetekig, vagy akkor már azért biztosabb voltál magadban? Én őszintén megmondom, én soha nem voltam egyik kerethirdetés előtt se úgy magammal, hogy hát úgyis megyek biztosan, mert szerintem ez egy olyan válogatott keret volt, és olyan tudású játékosokkal, hogy bármikor lehetett egy olyan embert abba, én védőjátékos voltam, tehát back pozícióban voltam. Hála Istennek voltunk annyian, hogy bármelyik pillanatban bárki be tudott volna lépni és sikeresen küzdeni a válogatottba. Tehát pontosan emiatt egy olyan komoly, hát mindennapi megfelelés volt és egy mindennapi küzdelem azért, hogy igenis az ember ki tudjon jutni a válogatottal egy világeseményre, hogy bennem soha nem sem volt az, hogy hát ez simán, mert egy válogatottat ráadásul nem is lehet így venni félváról, és hát bármi történhet, bármilyen csapatszerkezeti változás lehet. Én mindig nagyon izgultam a legutolsó, hát egy Európa-bajnoki, egy világliga csapathirdetésnél, és ugyanúgy izgultam, mint bármelyik másik csapathirdetésnél, és soha nem gondoltam, hogy nekem ilyen bérelt helyen van a válogatottban. Aztán jött ugye 2004-ben ugye Athén. Talán itt ugye a történelem, vagy hát nem is tudom, a vízilabda történelem egyik legnagyobb döntőjét játszottátok ugye a szerbek ellen. Azt milyen volt belülről átélni, vagy átérezni, vagy mi járt akkor a fejedben, ugye, amikor még hátrányban is voltatok, akkor mi volt benned? Hát az egy kegyetlen egy mérkőzés volt, belülről megélve is nagyon-nagyon nehéz volt. Az odavezető úton ott nem vesztettünk mérkőzést, ráadásul ez volt a nehézsége, hogy még egy kis hiba se csúszott addig bele, és a kis hiba vagy a nehézség az pont a első két negyedben volt a legnehezebb, amin azért túl tudtunk jutni, de ez annak volt köszönhető tényleg, hogy mi gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és egymásért tudunk küzdeni, és ahogy a Tibi fogalmazta, hogy igenis ez arról szólt, hogy mi mennyire szeretjük egymást, és mennyire tudtunk küzdeni egymásért, mert szerintem ezt más csapat, más közösség ezt nem tudta volna megfordítani, ezt a mérkőzést. Ez csak annak köszönhető, hogy mi ennyire nagyon egységesek voltunk. Pályafutásod alatt azért nagyon sok legendával, sztárral dolgoztál együtt. Milyen volt velük egyébként a közös munka, akár a válogatottban, ugye a magyarokkal, vagy akár a klub életben, ugye a külföldiekkel? Én úgy gondolom, hogy nekem ez természetes volt, semmi különös nem volt benne. Igazából egyre távolodunk tőle, az a legnagyobb baj, és egyre jobban szeretnék abban az időszakban újra ott úszni, még a legnehezebb távokat is együtt közösen, mert azok voltak a legszebb időszakok így az életemben. Fantasztikus élmény volt abban a válogatottban együtt dolgozni, hiszen szerintem abból a válogatottból két-három ember,
hogyha beraktunk volna bármely válogatottba a világon, a legutolsótól kezdve, azok nagyon komoly eredményeket tudtak volna elérni. De így együtt közösen még nagyobb magasságokba tudtunk emelkedni, és nagyon jó érzés volt a mindennapokat eltölteni, és nem csak az uszodában, az uszodán kívül is. Azóta azért ez a közösség megmaradt. Milyen volt egyébként utána visszatérni a vízilabdába, mint ugye játékosként, kétszeres olimpiai bajnokként, ezért akkor ez hatalmas vagy fantasztikus dolog volt? Nekem az olyan, tehát attól nem éreztem magam többnek, sőt az úgy gondolom, amit említettem, hogy igenis az még nagyobb felelősség. Annyi a szerintem a nehézsége, hogy azért az embert sokkal több kritika élni bármilyen szituációban is ott a mérkőzésen, ezért szerintem egy nehezebb műfaj, de kívánom mindenkinek, hogy legyen ilyen nehéz műfajba, mert egyik oldalról az a felelősség, amit a fiatalok, csapattársaid iránt kell, a másik meg az, hogy azért az ember, hogyha fölismerik az utcán, vagy bárhol is mondjuk van egy fáradtabb pillanat, egy rosszabb pillanat, akkor is meg kell tisztelni azokat, akik mondjuk egy jó szót szólnak, mert mi nagyon sokat köszönhetünk azoknak az embereknek, akik a mindennapokban szurkoltak nekünk, és azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy nekünk az volt a plusz energiánk, tehát bárhova mentünk, azt azért el tudom mondani, a világ bármely tájára, jóformán teltház előtt játszottunk, és magyarok előtt, és ez fantasztikus érzés volt, hogy igenis, hogyha például Los Angelesben, amikor játszottunk, ott is a lelátó 3-4, az magyar volt, és olyan, mintha otthon játszottunk volna, ez természetes az egyik oldal az eredményeinknek, másik oldal meg az, hogy ennyire szerettek minket, és hát remélem, hogy itt a pályafutásunk alatt ezt meg tudtuk hálálni, és gólra tudtuk ezt váltani, de mondom, hogy nagyon-nagyon sokat számított az a szurkolás és az az energia, amit a minden meccsen kaptunk. Visszatérve kicsit a klub életre, mesélj nekünk kérlek a honvédos éveidől is, mert azért ott is fantasztikus eredmények születtek. Annyit, hogy hogy még egy picit, tehát a Vasasban lettem olimpiai bajnok, és a Vasasból lettem először olimpiai bajnok, és utána átigazoltam a Honvédba. A Honvédba meg mindent megnyertem klub szinten, amit lehet. Az egy nagyon komoly nemzetközi erőt képviselő csapat volt. Bajnokok ligáját nyertünk, nagyon sok bajnokságot, magyar kupát, és igazából ezzel lett teljes az olimpia győzelem után a klub siker. És én előbb voltam olimpiai bajnok, mint magyar bajnok. Ez is egy nagyon fura dolog, hiszen sajnos a Vasassal nem sikerült bajnokságot nyernem, de a Honvéddal viszont igen, többet is. És nekem az volt az olimpiai győzelmem mellett még a legfontosabb álmaim egyike, hogy magyar bajnok lehessek, és az ott sikerült. Hogy utána a Honvéd után ugye a Pécsbe igazoltál, az ott már egy ilyen levezetés volt a részedről? Hát igen, tehát az már a profi pályafutásom végét jelentette. Én annak nagyon örülök, hiszen szerintem abban az időszakban, amit lehetett, avval a csapattal elértünk. Nagyon-nagyon szép élményeim vannak, hiszen az ember a nagy csapatokban játszik, az egy teljesen más minőség, viszont itt rengeteg fiatallal dolgoztam együtt, és nagyon szép sikereket értünk el. Ráadásul nagyon sok utánpótlás korú fiatal, akik akkor kezdtek el, vagy már fiatalon ott játszottak különböző korosztályokban, azok utána nagyon-nagyon sok utánpótlás sikert értek el, és most oszlopos tagja a felnőtt csapatnak, tehát én annak nagyon örülök, és arra nagyon büszke vagyok, hogy a PVSK-ban is sportoltam. Térjünk át egy kicsit a jelenre. Hogy érzed most magad, milyenek a mindennapjaid? Hát 18 óta vagyok a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, rengeteg sikert értünk el a kollégákkal, a régi játszótársakkal, és én szerintem azért nagyon fontos, hogy a magyar vízilabdának egyik történelmi sikerét is meg tudtuk valósítani, hiszen a férfi és a női válogatottunk is érmet tudott hozni az olimpiáról. De ennél is fontosabb az, hogy amit itt az elmúlt években láthatunk, hogy olyan szinten magasra raktuk az utánpótlás képzést és az ott lévő eredményeket, ami nemzetközileg is nagyon komoly visszhangot
ért el, és az idén, amit példaként tudok mondani, és köszönöm azoknak a kollégáknak, és hogy itt a Kási érintettséget, akkor Székely Búcsónak, aki benne dolgozik a mindennapokban, hogy természetesen nagyon sok embernek, Madaras Norbinak, Csesanyinak, tehát sorolhatnám, és tényleg nem akarok senkit megsérteni, akik benne dolgoznak és képzik a fiatalokat a különböző klubokban, tehát ez nem csak a válogatott a klubokban, mert minden egyes korosztályos válogatottunk éremmel tért haza, és ebből három világbajnoki érmünk is született, azért ez nagyon erős. Az nagyon erős, nagyon erős. És hát ennek köszönhető, amit említettem, hogy mi annó fiatalon berúgtuk az ajtót, és ennek köszönhető, hogy például a férfi válogatottnál azok a fiatalok, akik fölnőttek ebbe az időszakba, most Splitben megmutatták, hogy igenis bármit el tudnak érni. Említetted a Kásit, mennyire követed most a Kási vízilabda szakosztályt, mit szólsz az ő eredményeihez, munkásságához? Hát az egyik legkomolyabb képzési helyszín, természetesen mindig követem, és mivel hogy a Csucsúval azért minden napokban dolgozom együtt, abszolút képbe vagyok. Horváth Jánossal is nagyon jobban vagyok, tehát itt a mindennapokban azért tisztában vagyok a nagyon komoly eredményeikkel, és nagyon örülök neki, hogy ez a munka ez folytatódik, és megy tovább. Neked saját részedről milyen terveid vannak, még céljaid vannak? Mindenféleképpen a képzési központunknak a megvalósítása, ami nem egy akadémia, hanem egy, mint ahogyha a focira egy picit rá tudom vetíteni, akkor nekünk olyan, mint a focinak a telki, tehát egy válogatott továbbképzési központ, és mindenféleképpen szerintem azzal lenne kerek maga a vízilabdának a képzése, ahol minden egyes korosztályos válogatott megfelelő időszakonként el tudna jönni, és válogatott edzést meg tudná kapni. Rengeteg úszoda épült az elmúlt időszakban, és ezt nagyon köszönjük. Viszont a válogatottnak olyan igazi otthona, és a szakemberének még nincsen, de hát ez foglalkoztat, és ebbe szeretnék kiteljesedni, ami nyilván nem csak az én személyes feladatom, hanem sok embernek a munkájának köszönhető, de úgy gondolom, hogy ezzel még magasabbra tudnánk tenni azt a mércét, ami nagyon magasan van, hiszen nemzetközileg én szerintem a magyar vízilabda nem az egyik, szerintem a legjobb vízilabda család itt a világon. Ennyire talán lehetünk elfogultak. Abszolút. Végezetül az utolsó kérdésem, mit üzensz a mai fiatal vízilabdásoknak, kicsiknek, akik a Kásibe mennek le vízilabdázni nap, mint nap? Hát először is nagyon örülök, hogy a Kásit választották, és hogy nagyon sok kitartást és nagyon sok alázat kell ahhoz, hogy elérjenek bármit az életben és a sportban is egyaránt. Mind a mellett, hogy sportonak kell, hogy tanuljanak, de Benedek Tibor példájából élve, hogy munkával bármit el lehet érni, és kívánom nekik, hogy mindazt, amit mi átértünk, azt éljék át ők, vagy még többet is, és legyenek sikeresek az életben. Kedves Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottál, és hát kívánom, hogy minden álmod célja teljesüljön a jövőben. Nagyon szépen köszönöm.